Hello Chris, én itt vagyok, a megbeszélt találkozási ponton. Hey. Ez hülye. Hát én nem gondoltam, hogy ilyen nagy durva belépőd lesz. El is hiszem, hogy nem gondoltam. Gyere ide! Hello! Hú, de menőn kifestetted magad. Ugye? Aha. Na, Máté, váltsál csak be első nézetbe. Ti most biztos azt gondoljátok, hogy aki ezt a videót nézi, az szinte mind fel van iratkozva a csatornára. De nagyon tévedtek. Ez egyáltalán nem így van. Rengetegen nem vagytok feliratkozva, úgyhogy... Most azonnal iratkozzatok fel! Iratkozz fel, hogy a Mátének vége! Hé, nézd itt a repülőd még! Iratkozz fel, hogy vége van! Iratkozz fel! Ez az! Én is beállítottam! Hogy tudjak verekedni, úgyhogy! Úgyhogy meg így is a Krisztián nyer, mert csal. Remélem, mindenki feliratkozott. Te is reméled, Máté? Igen, hát én nem remélem, én tudom, hogy mindenki feliratkozott. Na, hello, srácok! Ez itt a GTA 5 következő epizódja, azaz a... 15. Köszönöm szépen a matramat. Hey! Ez az! Mi is fogunk csinálni, Máté, ebben az epizódban? Ebben az epizódban visszavágok a csalásodnak! Szóval, most... Srácok, biztos emlékeztek, hogy az előző videóban nem tudtam a Krisztiánt megütni, mert így nem találtam el. Viszont egy valaki írta a kommentben, hogy itt a menüben be kell állítani a... Player targeting priority-t everywhere-ra, és akkor el tudom találni a Krisztiánt könnyedén, ugyanis. Nem üt! Nem üt a karakterem. Neked hogy csinálja azt, hogy így... így utánad repül? Máté! Kihívlak! Kihívlak egy Shaolin leszámolásra. Igen, és aki győz, az kerget először. Az kerget először? Igen. Oké. De várja már, hát nincs is életem egyáltalán. Igen, nem baj! Jó van, akkor megvárjuk, míg feltöltődik félig, mert nekem is félig. Jó, okay. Jó. Na szóval akkor ez a verekedés fogja eldönteni, hogy ki kerget először. Aki nyer, az kerget. Na, feltöltött az életem. Máté, készen állsz a Shaolin leszámolásra? Oké. Jaj! Nem tudtam, hogy elkezdődött! Hé! De most még kell csalni, te büdös csicska! Csal? Semmi csalás nem volt. Készen állsz a Shaolin leszámolásra? És már rohansz is nekem, hát ez nem így működik. Azt mondtad, csicska, hogy igen. Na. Tudod, mikor én Shaolin leszámolás? Ja, most srácok, milyen az outfitem, egész király, mi? Hát igen. Máté, most már nem mondjuk 2022-ben azt, hogy outfit, most már azt mondjuk, hogy fit. Igen, a b**ig biztos azt mondjuk, és most már nem is azt mondjuk, hogy outfit, fresh. Nem is azt mondjuk, hogy fresh az outfitem. Hanem. Amit is mondunk. Nem tudom, leszarom. Na, Krisztián. Tudod, mit jelent az, Krisztián, hogy pirosban vagyok? Az, hogy teljes a ruhám. A véreddel. Gong Yi Tampai. Hiya. Ez az! Csalt. Na, nem indul. Hajolt el. Indul. Francba! Csaló! Indul, mehet! Jó, és hogy a francba, ha kapjak ilyen? Hát honnan tudjam? Hát te éget kergetlek, te! Ja, igen? Jó, akkor mehetünk. Na várja, hol van ez a bamba? Ott van! Várj, át kell mennem a másik hídra! Oké, erre jön, oké. Most levágom az utat. Autóban van ez a macskas! Na gyerünk! Hey, ez csalás! Na, és ez most a büdös csaló dög! Nyomjuk a gázt! Gyerünk! Juhu! Ezt a barmot! Hát ez megörült. Jaj, be van nyomva a waypointom, de nem akarom kivenni, úgyhogy elmegyek a waypointhoz. Jaj, de és már jön is ez baram! Elkaplak, addig élek is! Menekülés! Jaj, nem nyomtunk be időt, Máté! Akkor egy percet hozzáadok. De és most elhúz a francba! Hol a franc van a waypointom? Jaj, persze, ez a büdös csaló felén. Megint beállítom az időzítőt. Jó, és ez kivettem. A kis szarházi elhúz.
Jövök érted! Jaj, ne! Büdös disznó! Juhuuu! Francban tudtam ugatni, és ez a modern drámai. Hiá! Azta ugyanon kocsia van, mint nekem! A kis lopóféreg. Hiá! Ez az, le az útra. Tökéletes! Francban! Sérkezés! Szia, Máté! Viszlát! Ez jó trükk volt, jó trükk volt. De ez az, és ez a rendőröket is leráztam. Let's go! De akkor is elkaplak! És most én fogok győzni. Soha nem fogsz legyőzni. És most még csalni se tudsz. A most fog győzni. De mi ez már? Persze! Ez az. Jaj, ne. Neki olyan kocsija van, mint egy terepjáró. Nekem meg itt csúszik. Kéne menjünk az óceánra, akkor végünk van. Tíz perc után használhatok fegyvert. Igen, 10 perc után használsz fegyvert. Tényleg azt elfelejtettük, srácok, elmondani, hogy el kell kapni a másikat, és kézzel, kéz a kézhez, szóval, vagyis hát hozzá kell érni az egyik karakternek a másikhoz, az az elkapás, és ugye 10 perc után lehet fegyvereket használni, de a másik ellenfélen, mármint az, akit kergetsz, azon nem, csak a autóján lehet használni. És csak a kergető félnek lehet fegyvert használni. Francba is átrepülök, persze ilyenkor! A testéhez, a másik testéhez kell hozzáérni, és az autójához az nem ér, hogy az autójához értünk hozzá. Jaj, ez a barátom! Nem jó, mert ugyanolyan autónk van, és így nem tudlak kikényszeríteni. Ez az, semmi esélye nincs utalérni? Azt, hogy lehagytam. Majd Francba. 4 perce megy, ezt nem hiszem el! Azaz! Tegyük tönkre az autóját! Ó, perc, hogy jó, úgy fordul, hogy nehogy el, jó legyen. Hát persze. Elszerezzek valami kamiont, vagy ilyesmi. Ez volt a terve. Csak az a baj, hogy az nem megy gyorsan. És belém jönnek még az NPC-k is, őt segítik. Az milyen kocsi, ezt még nem is láttam. Ez az, gyorsan, oda be! Fuss! No! Ne! Perce, te már megint! Ez az! Futás! No! Ez az, ide be! Gáz! De mi volt ez? Már meg nem se... De perce, már megint nem repül oda hozzád! S végig meg voltál a szívem! Már megint csalás van! Meg voltál a szívem végig! Hát ezt nem hiszem el. Jaj! Ez az! Visszafele! Jó, és beragad a kocsima semmibe, bakker. Azaz, most szerezhetek valami nagy teherautót. Vagy valamit. Engem aztán nem győzöl le versenyzésben. Azt tudkó-mutkó. Gyerünk valami teherautó! Ne! Rossz fele jött! Ez az, pont ez volt a tervem, hogy rossz fele megy a csicsuka. Hol van a... vagy mennyi az idő? Franz, most nem fogom tudni utalérni, most itt kacskaringoznom kell össze-vissza. Ez az, most szerezhetek valami jó kis teherautót, amivel esélye sincs letolni engem. Lehet, hogy motrot kéne? Hogy gyorsabb legyek? De itt is van való! Megtalált az állatja! Jaj, ne. Máté, nézd az időt, hogy 10 perc után lőhetsz. 6 perce megy. Aj, francba, akkor még menekülnem. De miért van sötét? Nem tudom, állandóan sötét van. Gyerünk, ez az, menjetek nekem Máténak szembe. Menj már neki! Ez az. Sose kapsz el, te dög. Kéne valami járművet váltanom, csak az a baj, hogy akkor nem fogom tudni utolérni. Jaj, ne. Itt van a visszajövőbe és rohadtas kocsi. De abban nem ülök be inkább. Ha legyen már valami jó kis járgány, beátszálhatok. Hol ez a barom? Ah, na itt van. Jó, hát az a baj, hogy sose fogom tudni elkapni. Bemegyek ide a építkezésre, hát ha itt van valami jó kis járgány, amivel... Igaz, hogy már megint csalás történt, de mindegy. Mi történt csalás? Hát a béna vagy... Jaj, ne! Beakadtam! De persze már, és itt simán elindul. Büdös csaló, disznó dög. Semmi csalás nem történt.
Valami jó járgány legyen már! Nem tudok megszökni előle! Barom! Ez az! Jó! Gyerünk itt, gáz neki! Mennyi ideje megy? Már csak 2 perc és használhatok fegyvert. 2 perc és használhatsz a fegyvert? Ajj! Ne, valamit csinálnom kellett, ez így örökké el fog tartani. Jaj, ne! Azaz! Segíts, NPC haver! Ez a büdös csaló! Ez az! Tegyétek tönkre az autóját! Ez az! Ez a olyan barom, lement az életem. Azt, amilyen jó kocsi volt ott, azt kell tudom megszerezni. Ez az! Juhú! Kösz, hogy áttoltál! Gyerünk! Ez így nem jó. Nagyon jó ez a kocsi! Srácok, ti is ezt választjátok, hogyha ilyet játszatok, fogócskást. Na! Frontális ütközés! Azaz, lassú! Ki kell szállni egy idő után? Haha! Haszta! Ja, mert ilyen izé már a kocsimnak az alja. Semmi esélyed nincs elkapni, te csicska. Ja. Oké, 20 másodperc múlva elkezdtetek fegyvert használni. Jaj ne, mostantól fog nehéz lenni nagyon, jújjúj! No! Oké, 10 másodperc. Oké, át is váltok billentyűzetre. Jaj ne, átvált billentyűzetre, az őrült! Ej! Hát, de most nem tud hirtelen vezetni, jújjúj! Akkor lehet, mégiscsak nekem jobb lesz. De persze már, baszker! Ez az, most nagyon kell húzni az időt, mert így könnyen el tud engem. Se szerinteni, hogyha... autót kell váltanom! Jaj, és elmegy a jó autó, ezt nem hiszem el! Ebbe szállj be! Nem tudom milyen ez, de szállj be, nem érdekel! Takarodj! Hülye barom, és belém jön! Milyen fosba szálltam én! No! Ez nem is ő volt! Ne! Ez az a party all the time megy, az a kedvenc szám. Remélem nem gyorsabb, mint az én kocsim. Én remélem, hogy gyorsabb. Jaj, ne! Nem érhet utol most, mert szétlövöld, és akkor végem van. Jaj! Jaj, már hallom a golyók csattogását. Jaj, ne lövöld ez a barom! Hogy mered? Hogy mersz lövöldözni? Jaha! Azaz, menj még fel! Azaz, még fel, pont felment! Jaj, ne itt jön ez a Priusszal! Ez az, barulj fel! Kilőtt a gumimat, barom! Ne, már csak 3 percem van! Kilőtt a gumimat, ez a barom! Jó, kilőttem a gumiát, azaz. Jaj, ne! A francba! Ezt nem hiszem el. Kidurran 2 gumim is. Azaz, jó, már a hátsó! Nem mondom el. Azaz! Jaj, ne, oldalra! Ne, és pont itt egy cikla, persze már! Ez a hülye büdös tök csaló! Nincs esélyed! Jaj, ne! Zsák utcába jöttem, ezt nem hiszem el! Ez az! Jó! Hát kaptál egy jó nagyot! Jó! Ide fel kell menni! Jaj, ne! A francba! Hey! Csaló! Nem csaló. De mi? Csaló, hát az, mert direkt meg lett beszélve, hogy a másikat nem támadhatod, csak a kocsiját. Miért ne támadhatnám? Nem támadhatod a másikat, csak a kocsiját. Ki mondta ezt? De csaló. Mi az, hogy ki mondta? 20-szor elmondtam. Hogy csak a kocsit lett adni. De most a csalással nyersz. Hát most nem mondod. Vagy csalással állítasz meg. Hát ez csalás. Au!
És nézd meg a csalót! A csalót, csalással fel! Jó, hát, de most ezt mond... De mi ez? Juhú! Jó, akkor feladtam. És mit kell hisztizni? Ne hisztizd már megint. De persze, és most meg meghalsz egy ilyen kis touch-tól. Nem, alig ott éltem. De most ne menj már felszél turbinákhoz, akkor csináljuk már. Már vége van a challenge-nek. De ezt te találtad ki, hogy 15 perc. Ez marhaság. Nem marhaság, 15 perc a maximum. Jó, akkor nem tudtál kapni 15 perc alatt. Akkor most kezdjük az enyémet, most én kergetlek téged. Megöltél te is engem, és akkor utána indult, amikor megöltél. Igaz? Igen. Jaha. Jó. Na akkor indítsd újra az órát. Na, szóval és akkor, és amikor megölsz, akkor indul. Igen. Most minden eldől. Utoljára látom az arcodat. Te... Mielőtt nem kapsz el. Végigvásárolom az összes fegyverre külön-külön az ammót, és ott van egy összes ammó megvásárlása. És amikor kinyírsz, akkor elindítom a stoppert. Na, okay, mehet! Jó, de srácok, várjátok, amint mindenki feliratkozott a csatornára, azonnal kinyifantom a Mátét, és mehet az én kergetésem. És én el fogom kapni 15 percen belül. Na, fel vagytok iratkozva? Igen? Jó van, akkor mehet. Hiá! És két ütésből tud csak megölni. Na, mehet! Gyorsan le kacsit szerezni. Azaz, még választékom is van. Ez az. Jaj, ne, és bejön elém a hülye vonat, ezt nem hiszem el, és várom kell még el. Ez az! Na, gyerünk! Ez az! Úristen! Őgöd van! Na, most elkaplak. A francba, mit a repked ez a bejön a kacsi? El kell kapni. Ez az! Jó kezdődik! Jaj! No! Ez az, Béla! Ezt nem hiszem el. Na, 15 perc, srácok, meg lesz. No! Muszáj elkapnom. Gyorsulj már, te fas! Tudom őt távol tartani. Azaz, még dartozni is van no, időm bemenni. No, hogy belemegyek a falba. Még dartozni is van időm bemenni, jaj. Mi ez a fas kocsi? Nem akar elindulni, ez a szar. Azaz, ott a mocika. Igen, közben mehet a jó kis country zene, igen, én itt tüzelgetek. Hopp. Lehet, hogy van időm. Ezt nem hiszem el. Ezt nem hiszem el. Mi ez a fos? Jó, keresnem kell egy jobb kocsit. Keresnem kell egy jobb kocsit. Traktor! Na, ez nem jó. Hol, nem is látom, nem, itt nincsenek jó kocsik itt vidéken. Kapod, na, gyerünk, valami jó kocsit kell találnom, hogy ami mindennek ellenáll, még a lövedékeknek is. Ez ilyen mega sportkocsi gyorsan. Na, ez jó van lesz. Van egy jó tippem, vagy egy trükköm. Jaj. Gyerünk! El kell érnem. Na, ez most jó lesz. Gyerünk! Ugye most nem találtál valami jó sportkocsit, mert én is találtam. Aj, de miért barul fel ez a fos? Ezt nem hiszem el. És egész megközelítettem a kis macskast. Jó, bement az épületek közé, jó tette. Francba, itt az építkezésen nehéz átvágni. 3 percem egy, még van 12 percem, hogy elmeneküljek ezzel a kis senkiház jelöl. Jó, még sok időnk van, még bármi megtörténhet. Sajnos. Ja, mint például az, hogy elkaplak. Azaz, sikerült nagy távolságra szert tennem az elején, ez megkönnyíti a dolgot. Ja, ez most nagyon mákod van. Mert egy ilyen borzasztóan mocskos szar autóba ültem be a legelején. Kikapcsoltam a rádiót is, hogy tudjak fókuszálni. Koncentrálni. Az a lényeg, hogy nem kell semmi. Ajaj, nagyon közel van! Milyen kocsid van neked? Nekem szuper sportkocsi. Ezt is nem mondtam olyan. Teljesen, totálisan komolyan mondom, kis haver. Azaz, jó, elment a szar irányba, jó van, az most bevezeti a nagy semmibe, jó van. Oké. Okay. Közel kell kerüljek, hogy amikor jön a 10 perc, akkor tudjam lövöldözni a kocsiját. Na, valami jó kocsit, hogy én is nekem is, hogy jó legyen. Azaz? Hol van? Nem is látom. Hol van ez az őrült barom? Ha, nem látsz, igaz? Hol van? Ja, sehol. Ott jön az egyenes úton! Azaz, gyerünk. Valami olyan helyet kéne találnom. Ej, mi a szar ez? És bement a garázsába ez a bunkó. Hát, ha nagy előnyt szerzel, ne hagyd elveszni. Ez az én mo.
tudom. Oké, és... Jaj, ne, ugyanolyan gyorsan jön, mint én, ezt nem hiszem el. Oké, és na, akkor most már csak azt kell csinálnom, hogy 10 percig itt marad, hogy itt közel maradni, és talán lehet lövöldözni őt. Ez az! A francba, és neki meg szembe a busznak, ezt nem hiszem el. Ajaj, nagyon közel van. Ez az, ami eltelik a 10 perc, és tanul, még van 5 percem. Jó van. Kenny. Nem értem szabad. Nem hiszem el. De persze. Milyen kocsid van neked? Nekem. Batmobile. Neked. Te csicska. Igen. Már próbálok szarni rád egy kis embert. Nem sikerül. Próbálj. Felőlem aztán, azt próbálsz, amit akarsz. Az én taktikám az kivéthetetlen. Van egy taktikám. Igen, van egy taktikám. Aha. Jó. Ha, nekem sok... Francba, és neki még szemből! Ne, 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 ne! Ezzel tudtam én is menni mellette. Ne. 7 percem egy. 7 percem egy már. Akkor már csak 3 percet kell itt maradnom mögötte. Oké. Az infinite loop. Azaz menjünk itt körbe. Az infinite loop. Oké, érte. Ez az! Juhuuu! Ez az. Így most már nem fog tudni elkapni egy csacska. Azt a mocskost! És leugrat. És be vagy a reptére. Nyíki! Ezt nem hiszem el. Ez az! Franzva! El kell kapnom! Nagyon messze kell mennem tőle. Gyerünk, most kell ügyesnek lennem. Franz most egész jó távolságot szerzett. Gyerünk! Azaz! Azt a rohadt! Ne! És pont nem! Ezt nem hiszem el! Bakker! No! Ez az! No! Ez az! Ezt nem hiszem el! Jaj! Oké, 8 perc 40. Már csak másfél perc sincsen ahhoz, hogy lőhessen. Ez jó jel. Vagyis hát nem, de az a jó jel, hogy jó távol jött tőle. Szerencsére. Az jó. Most távol kell tőle maradnom, srácok! Távol kell tőle maradnom! Hogy ne tudjon lőni! Ez az jó nagy távolságot szereztem! Jó van! Juhú! Nem hiszem el! Már a térképemben sincs benne. Jól van. Na. Viszont nekem lehet, hogy újra kell terveznem. Ugyanis ez a kocsi, ez kezd tönkre menni, és főleg, hogyha Christian Said is fogja lőni, akkor végem lesz. Lehet, hogy valami új jármű után kellene néznem. Bár amúgy ennél jobb járműt nem fog találni. Jó. Azaz. Várjál, gondolkodjunk, most van időnk. Az autópályán szerintem fogok találni jó járműt, oké. Bár ez a saját kocsim, és nagyon szeretem, de muszáj találni valami jobbat. Nem lazsálhatok. Jaj, de már itt van. Ezt nem hiszem el, gyorsan. Találnom kell valami jó kocsit, és át kell szállnom. Ez a franc van, ez a fű, hogy nem megy rajta a retkes kocsi. Gyerünk valami olyan Audi R8 szerűséget, vagy ilyesmit, hogyha találnék, az nagyon jó lenne. Persze most a nyugdíjas felvonulás legyen itt az autópályán, bakker, ezt nem hiszem el. Hello, Tata, mi a helyzet? Ugye, jó, itt az autópályán menni? Tata Commando. 10 perc 30, már lőhet pisztolyát! Jaj, ne, lőhetek, ez az, akkor gyorsan meg kell közelítenem. Köszönöm, távol kell maradnom, távol kell maradnom. Gec, új autóba kell szállnom, ott van! Állj meg. Azaz, gyerünk. És távol kell tartanom, a Krisztián nem lehet itt mellettem. Azaz, még nincs benne a térképemben, jó van, és átszálltam a király, az autó a király. Jó van, ez az, yeah! No! Azaz, hogy már ott volt. Hogy eltűnni? Már ott volt. Most ért oda az autómhoz. Jaj, ne! Ez az, hozom be, úgy látszik, gyorsabb vagyok. No! Mi borulsz föl, te fos? Ez az, felborult. Ez az egész jó, visszaestem, jó van. Azaz, hát a serencsénk lesz is. Elüti valami, vagy felborul. Ne pörögjön már a szaros kocsim! Ne, már itt van.
A francéra a feje tetejére. Már csak 3 perc van! Na! Gyerünk! Utol kell élni! De perce pont itt van! Nem tudok lőni! Miért ilyen szar ez? Azaz! Azaz! Nem tud lőni, mert béna! Visszakompenzálódik a csalás. Milyen csalás? Semmi csalás nem történt. De belém jön direkt! Bum! Ez az! Direkt belém jön! Nem lő ez a fos! Miért nem lő? Azaz! Béna! 2 perc! Ez az gyerek! Meg kell nyernem! Jó! A játékos nem bántatom, de a kocsiját igen. Méghozzá sticky bombbal, és... BOOM! Francba! Állj föl! Ez az! Állj föl! Jel kell kapnom, nem merek ülhet! Ne, most bejöttem egy ilyen hülye betonkeverő üzembe! Ez az! Mellém dobta! Francba! No! Jel kell kapnom! Ne! Ez az! Francba! Béna! Az az mellé! Jaj, ne, mit szemel? Hány perc van? Ez az! Egy perc! No! Tudtam, láttam, hogy hol volt, láttam. Ne! Gyorsan! Egy perc! No! Fél perc! El kell kapnom! Fél perc! Hol van? Hol van Tomocsó? Itt van mögöttem? Francos! 1 kilométer van tőlem, ezt elviszem el! 20 másodperc! No! El kell kapnom! Ott az az ember! Ne, hol van? Vajon nyertem? 3, 2, 1... Nyertem! Ez az! A francba! Vagyis hát nem nyertem, mert ugyanaz az állás. Szóval, Krisztián, még mindig nem dölt el, hogy ki nyert. Szóval, srácok, írjátok le kommentben, hogy tartjunk-e egy harmadik menetet. Hát, én benne lennék, ugyanis nagyon király volt, úgyhogy... Na köszönjük szépen, srácok, hogy megnéztétek ezt a videót. Hogyha ez a videó tetszett nektek, srácok, akkor biztos az is tetszeni fog. Amikor előzőleg fogócskáztunk a GTA-ban, illetve egy régebbi GTA rész, amikor elloptuk a helikoptert. Nézzétek meg ezeket a videókat is, és találkozunk a legközelebbi videóban. Szevasztok!